Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megemlékezés. A kommunizmus áldozatai előtt tisztelegtek Bonyhádon. Falu és tanya gondnokok. Ülésezett a Tolnavár megyei egyesület závodon. Workshop és szakmai diskurzus. A Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara folyamatos programokkal segíti a fejlődést. Farsang. Szépkorúak ünnepeltek Tolnán. Megemlékezést tartottak Bonyhádon a Vörösmarty téren a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A kommunista diktatúra emberi életek százezreit tette tönkre. A kényszermunkatáborokban, éhínségben, illetve kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót. A rendszer elszenvedői közé tartoznak még azok, akiket börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, valamint testileg és lelkileg megnyomorítottak. 1947. február 25-én ezen a napon hurcolták el a kommunisták Kovács Bélát, a Kisgazdapártnak a főtitkárát, és igazából innen indult el Magyarországon az egypártrendszer, a diktatúra kialakulása. Erre emlékezve 2000. január 13-án a Magyarországgyűlés elfogadta, hogy minden évben február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, és így történt ez most jelen pillanatban Bonyhádon is, erre emlékeztünk. Én tanárként is örülök annak, hogy elég sok gyerek, fiatal is eljött, hiszen nekik is ismerni kell ezeket az eseményeket. Ez az időszak a bonyhádi lakosokat is nagyban érintette, az uradalom családokat szakított el egymástól, elhurcolták őket. Volt, aki sosem tért haza. Itt is voltak olyanok, akik részt vettek az időszak eseményeiben, de azt gondolom, hogy ez egy olyan országos nemzetközi eseménysorozat volt, ami mindenkinek az életét átszőtte. A legnagyobb tragédiák a halálesetek, a gyilkosságok mellett a lelkekben bekövetkezett torzulások voltak, és én azt gondolom, ez a legnehezebben kiheverhető is, és a legtöbb, legnagyobb hatása ennek van. Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy a fiatalok megértsék, mekkora szerepe van a kommunista hatalom hozadékának. Én azért szeretem felidézni nekik ezt az időszakot, hogy megtanulják értékelni, hogy milyen az, amikor szabadságban élnek, milyen az, amikor kimondhatják a véleményüket, milyen az, amikor szabadon tájékozódhatnak. Azt gondolom, hogy talán sokan nem is értékelik, hogy volt olyan, amikor küzdeni kellett a szabadságért, és fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez egy érték, és ez egy küzdelem eredményeképpen lehet szerencsére ma már természetes számunkra. Az esemény lezárásaként koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. Megtartotta közgyűlését a falu és tanya gondnokok Tolnavár megyei egyesülete závodon. Több napirendi pontban is döntöttek. Az elnökség 7 napirendet tárgyalt, többek között a tagfelvétellel kapcsolatban, valamint javaslatot tettek kitüntető díj alapítására. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy összehívjam a megyében működő szolgálatokat, mert eljutott arra szintre az egyesület, hogy képes arra, hogy egy kitüntető díjat alapítson. Szeretnénk a megyében működő szolgálatokat, kiemelten azokat a szolgálatokat elismerni, akik már több évtizede tevékenykednek, illetve kiemelt munkákat végeznek. Ez egy pénzjutalommal járó kitüntetés lenne. A 2023-as pénzügyi mérlegről is döntöttek, e tekintetben az Egyesület 400.061 forinttal kezdte a tavalyi évet, amiben szerepel a 150.000 forint értékű szakmai fórum megtartása. Az informatikai, valamint a működési költségek viselése mellett 874.874 forinttal zárta az esztendőt. Egy nyertes pályázatot is tud magának az Egyesület, ami kifejezetten egy szakmai napnak a megvalósítását finanszírozza, és hát vannak biztató egyéb eredmények. 24-es évben már megtudtuk, hogy az új NEÁS pályázaton 400.000 forint működési támogatáshoz jut az Egyesület, úgyhogy gyakorlatilag a 24-es évünk az már ennek a tudatában jól néz ki.
Az egyesület elfogadta Várdomb, Tunaföldvár, valamint Pörböly falugondonokainak tagfelvételi kérelmét, így a létszám 58 főre emelkedett. Ami még nagyon fontos, hogy ugye a szolgálatok működésében dolgozó falugondokoknak kötelezően előírt továbbképzések körvonalazódnak. Ugye itt 5 év alatt 60 kreditpontot kell összegyűjtsenek a kollégák, és ezeknek a továbbképzéseknek az ütemezését, a volumenét, az, hogy milyen fajta képzéseket szervezzünk, ezt is ma szeretnénk egyeztetni, illetve ma fogjuk leegyeztetni, és annak tudatában fogunk ezzel kapcsolatban, hát várhatóan szeptember-októberre továbbképzést tartani. Biztonsági alapot kívánnak létrehozni, amely egy likviditási biztosítékként működő tartalék, valamint védelmi szerep betöltésére szolgál abban az esetben, ha valamely falu, illetve tanyagondnok szükséghelyzetbe kerül, vagy szolgálati tevékenysége során egészségkárosodást szenved el. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangulag megszavazta és az előterjesztéseket elfogadta. Most rövid híreink következnek. Tartós élelmiszert gyűjtenek vasárnaptól egy héten keresztül a katolikus templomokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kéri a híveket, tegyenek tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagybőjtben is, és járuljanak hozzá a katolikus egyház segélyakciójához. Az élelmiszergyűjtés keretében március 3-ától 10-éig várják az adományokat. A gyűjtés jó alkalom arra is, hogy ahol még nincs plébániai karitász csoport, alkalmi segítőcsoportok alakuljanak, akiknek feladatuk, hogy megszervezzék és elvégezzék a gyűjtéssel kapcsolatos teendőket, például az adományok szétválogatását, élelmiszercsomagok készítését és eljuttatását a rászorulókhoz. Dombóvárváros önkormányzata a Tolnavár megyei kormányhivatal engedélye alapján 2024. február 26-ától február 28-áig tartó időszakban a város számos területén a vetési varjúfészkek eltávolítását végezteti. A munkálatok ideje alatt rövid ideig tartó, szakaszos útlezárások várhatóak. Bartusz Máté polgármester babacsomaggal köszöntötte 2024 második nagymányoki babáját, Larinát és édesanyját. A város önkormányzata képviselőtestületének határozata alapján 2024. január 1. napjától az önkormányzat ajándékcsomagot biztosít annak az újszülött gyermeknek, akinek nagymányok közigazgatási területén születéskori bejelentett állandó lakhelye van. A Tolnavár megyei Kereskedelmi Iparkamara nem csak tájékoztató rendezvényeket és programokat kínál a vármegyei vállalkozásoknak, hanem a folyamatos fejlődést is fókuszba helyezi. Ezzel a térség fejlesztését is segítik, illetve felhívják a helyiek figyelmét a kamara biztosította lehetőségekre. A környezetvédelem témája és a szakmai programok szervezése is kiemelt figyelmet kap a szervezettől, hiszen ezek elősegítik a vállalkozások fejlődését a térségben. Emellett azonban a kamara számos rendezvényt kínál azok számára, akiknek szintén fontos az innováció. Egy programot indítottunk útjára a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Ez egy térségfejlesztési program, térség és vállalkozás fejlesztési program. Gyakorlatilag ez a két dolog, azt gondolom, hogy ez együtt mozog és együtt jár. Hogyha fejlesztjük a vállalkozásokat, akkor a térséget is fejlesztjük. Kiemelném, hogy a közeljövőben kamarai irodákat nyitunk, szintén Bonyhádon, Dombóváron és Tamásiban, mint kedvezőtlenebb vagy hátrányosabb helyzetű térségben. Ugye itt időről időre meg fogunk jelenni munkatársakkal, szakértőkkel, és helyi szinten, tehát helyben nyújtunk támogatást. A szakmai fórumokon az érdeklődők számos témában szerezhetnek új ismereteket. Ilyen például a környezetvédelmi felelősségbiztosítás, hulladékgazdálkodás, digitalizáció és technológiai transzferek alkalmazása, amik mind fontosak üzletfejlesztés szempontjából. Szeretnénk mentorprogramot indítani. Ez egy tulajdonképpen egy üzleti közösségfejlesztő program lenne. Itt egy szakmai közreműködő segítségével különböző témákat dolgoznánk fel, úgy mint anyaggazdálkodás, anyagbeszerzés, költségracionalizálás, forráshoz jutás, vállalkozások közötti együttműködések, úgy mint alvállalkozói együttműködések, vagy bedolgozói együttműködések. Ezek szintén olyan dolgok lehetnek, amiben a vállalkozások közti
partneri együttműködést tudjuk támogatni, elősegíteni. A vármegye vállalkozásainak így érdemes a továbbiakban is figyelemmel kísérni az iparkamara programjait, hiszen a cél a szervezet számára, hogy minél kiterjedtebb támogatást nyújthasson a térségben. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A dombóvári Vindics Tóth Lilla Anna 13. helyen zárt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség mezei futó versenysorozatának aranykategóriás viadalán, melyre a portugáliai Algarve városában került sor. A 25 éves Tolna vármegyei születésű futó 32 perc 49 másodperc alatt teljesítette a 9130 méteres távot. A portugáliai volt a sorozat utolsó aranykategóriás viadala, melynek világranglistájáról az első 8 helyezett olimpiai kvótát szerez 10.000 méteren a párizsi játékokra. Vindics Tóth jelenleg a 8. helyen áll. A hétvégén megkezdődtek a Tolna vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. A kvalifikációs pontvadászat győztese a Bonyhád VLC idegenben 1-0 arányban győzött a Nagymányok otthonában. 8-1-es kiütéses sikert ért el a Dombóvár FC az Asepaks ellen. Nyerni tudott továbbá a Kakasd és a Bátaszék gárdája is. A Paksi FC javított a múlt heti Zalaegerszeg elleni vereségén, és idegenben 1-0 arányban legyőzte a Kisvárda csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. Az atomvárosiak Mezei Szabolcs góljával nyertek, így továbbra is egy ponttal előzik meg az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros együttesét. Farsangi ünnepséget rendezett a Tolnai Vándorló Szépkurak baráti köre. Az eseményen rekordszámban öltöztek be különböző jelmezekbe. Farsangban ma víggal zendül, aki eljött, táncra perdül. Egyik legnépszerűbb programját tartotta meg a Tolnai Vándorló Szépkurak baráti köre. Zsinka János elmondta, a farsangi időpontjával egy kicsit megkéstek, azonban csak most tudtak termet találni. Jól érezzük magukat a mai napon, úgy gondolom. Hagyományoshoz híven újra 32 csoportársunk jelmez fog ölteni, 20 szerepkörbe, és a mai nap a vidámságról fog szólni. A jelmezek változatosak voltak, számos témát és korszakot megjelenítettek a tagok. Az alkalmat nagy előkészület előzte meg. Az egy óriási izgalom, hogy mi kell, milyen legyen a jelmez, mi vartuk, hegesztettük, ragasztottuk, melyik jelmeznél mire volt szükség. És hát ez a második legnagyobb ünnepe a csapatnak. A karácsonyváró az első, és hát óriási nagy lendülettel készülünk mindig erre az ünnepre is. Volt, aki retro öltözéket vett fel az esemény alkalmából. Voltam hastáncos már, tavaly éppen kalóz voltam, méhecske is voltam. Mi nagyon jól szórakozunk, jól érezzük magunkat egymással, szeretünk együtt lenni kezdetek óta. Sokat megyünk kirándulni, fürdeni. A nap folyamán a vezető beszámolt a 2023-as évről is, a szépkorúak pedig elmondhatták tapasztalataikat, pozitív és negatív élményeiket. A hagyományokhoz híven a farsangi mulatságot a jövő évben is megrendezik az idősek számára. Regionális híreink következnek. Hiányzik a 400 millió a társulásnak. Még nyomoznak a pécsi inkasszózás ügyében. Zamárdi. Az idén sem lesz hiány programokban. Filmklub Bikalon. Zajlik a Nemzeti Filmintézet programja. Fejlesztésekre, önerőre fordíthatnák azt a 400 millió forintot, amit tavaly emelt le a pécsi önkormányzat a pécsi többcélú agglomerációs társulás számlájáról, a szervezet elnöke szerint jogtalanul. A vármegye székhelyt és a környező kistelepüléseket tömörítő társulás több intézmény fenntartója, projektek gazdája. Éppen ezért hátráltatja a munkájukat a pénz leemelése, ami miatt a rendőrség is vizsgálódik.
Ez az Esztergárd családsegítő honlapja, ennek fenntartója Pécsi Többcélú agglomerációs társulás, de más intézmények is tartoznak hozzájuk, amik a pécsieket, illetve a környező kistelepülés lakóit szolgálják. A társulás számlájáról inkasszózott 405 milliót tavaly májusban a pécsi önkormányzat. Ez a pénz jól jönne most például a fejlesztéseknél, mondja a társulás elnöke. Egy állategészségügyi telep kialakítását terveztük kővágó szőlősön, rendelkezésre állnak a tervek is. Nagyon szeretnénk, hogyha segítségére lehetnénk mind a kisebb tagönkormányzatoknak, mind pedig Pécsnek abban, hogy esetleg a kóborebeket, a begyűjtött kóborebeket egy új telephelyen, új helyszínen elhelyezhessük. Ebben együttműködést terveznénk egyébként a közterületfelügyelettel is, és az egyes szolgáltatások díjait is összhangban tervezzük hozni. Erre a beruházásra biztos, hogy hátrányosan hatott a szabadmaradványnak az elvonása. De más fejlesztések elindításánál is hiányzik ez a pénzt, tudtuk meg Feferi Józseftől. Hogyha a szabadmaradvány a társulásnál lenne, akkor nyilván annyiban egy kicsit kockázatmentesebb lenne bármilyen beruházás, hogyha önerő kell, akkor a társulási tanács döntése alapján szívesen nyújtana segítséget a kisebb tagönkormányzatainak. Ezt a szabadmaradványt, vagyis a 405 milliót jogtalanul vonták el a számlájukról, véli az elnök. Ezért tavaly szeptemberben az ügyészséghez fordult. A nyomozóhatóság ezt feljelentésként kezeli, és a rendőrség vizsgálódik az ügyben. Ez a nyomozás még tart. Annyit elárulhatok, hogy kihallgatásomra már ebben az ügyben sor került, én próbáltam elmondani azokat az érveket, amelyek a társulás álláspontját erősítik. Én azon az állásponton vagyok, hogy ez az elvonás ez jogszerűtlen volt. A társulási tanács még tavaly nyáron döntött arról, hogy létrehoz egy elszámolási alszámlát. Ennek megnyitására még tavaly sor került, erre a számlára várnánk mi vissza Pécs megyőváros önkormányzatától ezt a több mint 400 millió forintot. Az elnök szerint ezután lehetne egy elszámolási tervezetet alkotniuk a társulásban résztvevő önkormányzatoknak. Ezek alapján lehetne majd meghatározni, hogy ebből a pénzből mennyi és milyen arányban illeti meg a feleket, zárta az elnök. Az idén is színes fesztiválokkal és programokkal várja az érdeklődőket Zamárdi. A már megszokott nagy rendezvények mellett például a Rozé Fesztivál 10 éves jubileumán is sok különlegességre számíthatunk. Zamárdi utcái még csendesek, nyugodtak, az emberek élik hétköznapjaikat. Néhány hónap múlva azonban a város megtelik élettel és programokkal, amelyekre a városvezetés már lázasan készül. Lesznek változások, például az MCM-mel még tárgyalás folyik, hogy milyen formában kerül megrendezésre, de ugye ebben az évben még érvényesek a szerződéseink, tehát a Balatonszond érkezik, ráadásul itt a változások figyelembevételével egy héttel később lesz, tehát júliusba tolódik, strandfesztivál szezon végén, és az összes többi, tehát ugye nagyon készülünk a Rozé Fesztiválnak közösen Villánnyal, hiszen ebben az évben 10. alkalommal kerül megrendezésre, tehát egyfajta jubileum lesz. Én nagyon bízom benne, hogy jó szezon lesz, reméljük, hogy jó idő. A Balaton vízszintje tökéletes, tehát nem is emlékszem, hogy ilyen magas vízszinttel kezdtük volna a szezont mostanában. Úgyhogy bizakodó vagyok, és addigra remélem, hogy a szezonra azok a tervezett felújítások, beruházások is elkészülnek, amelyek tényleg az ideérkezők és az itt élők komfortosságát szolgálják. Az önkormányzat mellett a vállalkozások is készülnek, de nem csak a nyárra. Az idegenforgalmi főszezonon kívül is számos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a helyieknek. A legközelebbi program húsvétra várható. Egy nagyon nagy sikerű kertmozi karácsonyt lebonyolítottunk már december 16-án, az idejével pedig egy húsvéttal, egy kertmozi húsvéttal fogjuk indítani, ami március 30-án lesz egy egésznapos program, családi programként funkcionál az egész, filmvetítéssel, különféle gyerekprogramokkal, gyerekzenekar fellépéssel és gasztró dolgok is jelen lesznek majd a rendezvényünkön. Májustól pedig hétvégente többnyire magyar filmekkel várják az érdeklődőket, a főszezonban a filmélmények mellett pedig további különleges programokkal készülnek. Filmklubok indultak országszerte, melyek a Nemzeti Művelődési Intézet és a Nemzeti Filmintézet közös projektjeként valósulnak meg. A Baranya vármegyei Bikalon is bekapcsolódtak a programba, és már az 5. filmet vetítették a településen élőknek.
Igazi filmklubos hangulat zajlik Bikalon. A Baranya vármegyei településen már az 5. filmet is megnézték az érdeklődők. Az egykori Csini Baba ma is nagy sikert aratott, a vetítés után következő beszélgetés pedig szintén hasznos, mint ahogy ezt többen is megerősítik. Ez nagyon helyes, és legalább összejövünk a falu lakói ismerősökkel, és jókat beszélgetünk. Nagyon jó, és nagyon fontos, mert azért ez a társaság most jött össze először, tehát így ebben a formában, és azért mindenki megismeri egy kicsit jobban a másikat is, meg a másiknak a hozzászólását, érzéseit. Bikalon már korábban is volt filmklub, de nem mozis. Rengeteg videójuk van digitalizálva, ez adta a lehetőséget korábban a filmek megtekintésére. Most azonban bekapcsolódtak a Nemzeti Művelődési Intézet és a Nemzeti Filmintézet közös projektjébe, és így most mozifilmekhez kapcsolódik a klub életük, mondta Papp Csilla, a közművelődési referens. Ez annyival másabb, hogy ugye itt nem a személyes élmények vannak, mármint úgy, hogy azért akik a filmklubra eljöttek, ott lehet, hogy saját magukat látták viszont ugye a régi digitalizált képeken, itt viszont filmek, és itt a saját megtapasztalt eseményeket arról tudnak beszélni, mint ahogy itt is most az előbb elhangzott. Kömüves József polgármester azt mondta, elégedett, mert jók a filmek, és egyre többen jönnek a klasszikus és kortárs művek megtekintésére, valamint a beszélgetésekre is. Aminek én nagyon örülök személy szerint, hogy nagyon jó magyar filmek közül lehet választani. Tehát, hogy ugye általában most azért, hogyha tévét nézünk, vagy elmegyünk moziba, az igazából az emberek az amerikai filmet néznek, vagy valamilyen esetleg franciát, de a magyar filmek azért nem olyan nagy számban szerepelnek, és hát hál' Istennek megismerjük ezeket a magyar filmeket. És ezek azért is jók, mert rólunk szólnak, tehát bemutatják azt, hogy milyenek voltunk régen, mi az, amit várnak tőlünk, mi az, ami esetleg várható a jövőben, milyen hibáink voltak, azokat egy kicsit kinagyítja. Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok, tanulni lehet belőle, és úgy érzem, ezek a beszélgetések, ezek is előrébb visznek egy kicsit minket. A filmklubban a beszélgetéseket kvízjátékkal is színesítik. Két hetente szervezik a vetítéseket. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Megemlékezés. A kommunizmus áldozatai előtt tisztelettek Bonyhádon. Falu és tanyagondnokok. Ülésezett a Tolna vármegyei egyesület závodon. Workshop és szakmai diskurzus. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara folyamatos programokkal segíti a fejlődést. Farsang. Szépkorúak ünnepeltek Tolnán. Kedden a Dunántúlon erősebben felhős égbolt lesz a jellemző. A felhőzetből elsősorban a nyugati határmegyékben lehet kisebb szemerkélés is. Csak kismértékben csökken a hőmérséklet, az is inkább csak a Dunántúl térségében. A légmozgás gyenge, mérsékelt, délkeleti irányú lesz országszerte. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!